Megyenapi ünnepség Szabolcson az 1092-es zsinat helyszínén az emlékezés virágait helyezték el a résztvevők, a kisvárdai központi ünnepségen pedig kitüntetéseket adtak át. Nyíregyházi programok a város újratelepítésének 264. évfordulója alkalmából csütörtökön és pénteken városnapi ünnepség sorozattal emlékeznek az évfordulóra. Bent ragadhatnak a pénzek, május végéig használhatják fel a szép kártyán még meglévő 2015-ben feltöltött összegeket a munkavállalók. Erős hit és a magyar identitás tudat megőrzése. Erre tanít minket Szent László király öröksége. Emelték ki a kormány és a megye képviselői a megyenap alkalmából tartott megemlékezéseken pénteken. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabolcson az 1092-es zsinat helyszínén az emlékezés virágait helyezték el a résztvevők, a kisvárdai központi ünnepségen pedig kitüntetéseket adtak át. Szent László szobránál tisztelegnek koszorúikkal a megyei önkormányzat és a szervezetek képviselői. A virágokkal a magyar törvényhozás egyik legfontosabb eseményére, az 1092-es szabolcsi zsinatra emlékeznek. A községben minden évben kiemelt esemény a lovak király és a törvénykező országgyűlés tiszteletére tartott ünnepség. A 1092-es zsinatnak az évfordulója május 20-a. Minden esztendőben nagy megtiszteltetés számunkra, és ugyanakkor nagy kihívás, hiszen nem másnak kell megfelelni, mint Szent László örökségének. Ezért mi tisztességgel, becsülettel készülünk minden esztendőben, így a mai alkalommal is felkészültünk, és örülünk annak, hogy ilyen sokan ellátogatnak az ünnepség megnyitó alkalmára hozzánk. A térség kormánypárti országgyűlési képviselője a református templomban arról beszélt, 940 évvel ezelőtt lépett a magyar trónra Szent László király, ebből az alkalomból 2017-et emlékévé nyilvánította a magyar kormány. Minnai Győző elmondta, amikor a lovak királyról beszélünk, a törvényhozóról, a kereszténység megerősítőjéről és az országot megvédő vezetőről van szó. A Szent László emlékévnek az a jelentősége, az az üzenete a ma emberének, hogy erős hittel kell rendelkeznünk, hogy az ország érdekeit, a magyar érdekeket kell mindig képviselni, meg kell védeni az országot, és hitünkben meg kell erősödni, és gyakorlatilag ez a 21. században egy olyan érvényes üzenet, amelyen minden magyar embernek érdemes elgondolkodnia. Az ünnepség sorozat péntek délután Kisvárdán folytatódott, ahol beszédet mondott a nemzeti fejlesztési miniszter. Seszták Miklós szerint Szent László király életműve az elhivatott, elkötelezett ember életműve, a hazáért és a nemzetért végzett szolgálatának alapja pedig az őszinte hite volt. Ha visszamegyünk a történelembe, látjuk, hogy megszilárdította, igazán stabillá tette Magyarországot, az akkor hozott törvényei, ugye István mellett ezek nagyon fontos törvények voltak, illetve nagyon fontos iránymutatást adott a jövőnek, és mint minden fontos személyiség, ami megyéhez köthető, ugye az egy akkora fontos előrelépés, egy akkora fontos stabilitást ad a megyének a maga történelemből vetett öröksége, ami előre mutat a jövőre. Én azt gondolom, hogy a jövőbe vetett hit a Szent Lászlóra alapítva az a mi igazi sikerünk titka. A megyei közgyűlés elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy Szent László uralkodása sorsdöntő volt a magyarok történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a külső és belső veszedelmekből. Országos rendezvénysorozaton emlékezünk meg Szent László évfordulóiról. A megmaradást jelenti számunkra, a megmaradást a hitben, a magyarságban, a közösségben, illetve azt a fontos üzenetet is tolmácsolja számunkról majd 1000 év távlatából Szent Királyunk, hogy milyen egy külső ellenséggel körülvett országban bátornak, gerincesnek és példamutatónak lenni a küzdelemben a megmaradásért. A kisvárdai ünnepségen több kitüntetést is átadtak a megye érdekében végzett munka elismeréseként. Többszörös jubileumot ünnepel Nyíregyháza. A város újratelepítésének 264. évfordulója alkalmából csütörtökön és pénteken városnapi ünnepség sorozattal emlékeznek Nyíregyházán az évfordulóra. Idén kiemelt figyelmet kapnak a megyeszékhely testvér és partnervárosi kapcsolatai is.
Nyíregyháza ünnepi közgyűléssel emlékezett testvér és partnervárosi kapcsolatainak évfordulóira. A szlovákiai Eperjes várossal 25 éve, a kárpátaljai Beregszász várossal pedig 10 éve működik együtt Nyíregyháza. A megyeszékhely a szlovákiai településsel fontosnak tartja a közös múlt és hagyományok ápolását, valamint a két városban működő egyetem is szorosabbra fűzte közös tudományos és oktatási munkáját. Beregszász polgármestere megköszönte a nyírségvíz segítségét a nyíregyházi cég a kárpátaljai város ivóvíz és csatornarendszerének korszerűsítését támogatta szakmai tapasztalataival. A közös munka révén Beregszász ivóvíz és csatornahálózatának kiépítettsége 60%-osra emelkedett, a rendszer korszerűsödött. A testvérvárosok a jövőben a partnerséget tovább fejleszthetik kulturális és gazdasági téren is. Ehhez anyagi lehetőségeket is biztosítanak majd a közös uniós programok. Nyíregyháza három határ közelségi van, de a negyediket is mondhatom, hiszen a lengyel városokkal való kapcsolataink is óriásit fejlődtek. Ezt azt gondolom minden nyíregyházi láthatja, másból nem, a sóstói külföldi autók rendszámaiból. Ez a turizmusban jelenik meg a legszembetűnőbben, de természetesen emögött kulturális sport, iskolai kapcsolat, és aminek én külön örülök, az utóbbi években már gazdasági kapcsolatok is erősödtek. Ukrajna júniusi vízummentessége könnyítheti az uniós országokba való beutazást, ám a határon még lassúbb lehet az átjutás, mondta el kérdésünkre Beregszász polgármestere. Hozzátette, a magyar kormány 2016-ban jelentős összeggel támogatta a kárpátaljai vállalkozásokat, ami a határon túlélő magyar közösség a családok megélhetését és boldogulását segítette. Teljesen átlátható és pontos, precíz menedzsment vezeti ezt a projektet, és én nagyon örülök annak, hogy 2016-ban nagyon sok visszanemtérítendő támogatást tudtak igényelni azok a kárpátai vállalkozók, akik már rendelkeztek vállalkozási történelemmel, tapasztalattal, meg tudtak erősödni. Ez a projekt 2017-ben folytatódik, és még nagyobb méretarányban. 2017-ben a magyar kormány 20 milliárd forinttal tolja meg a támogatási keretet, amit a kárpátaljai vállalkozások használhatnak fel, a két ország és így a határmenti térségek gazdasága közösen fejlődhet. A testvérvárosi delegációk megkoszorúzták a városalapítók szobrát, idén Nyíregyháza újratelepítésének 264. évfordulóját ünnepli a megyeszékhely. Több mint 1,9 milliárd forint szép kártyás juttatás vár még elköltésre május végéig. A 2015-ös feltöltéseket kell, lehet még pár napig felhasználni. Amennyiben ez nem történik meg, az összeget azon munkáltató vagy annak jogutódja kapja vissza, akitől a feltöltés érkezett. A határidő 168 ezer embert érint, tájékoztatta a televíziónkat az OTP Bank kafetéria üzletág vezetője. Finom falatok ebédidőben vagy egy kis nyári strandolás. Nem csak készpénzes fizetés lehetséges, hiszen egyre több munkavállaló kap béren kívüli juttatást, például szépkártyát. Három alzsebe van a szépkártyának, ugye az egyik a szálláshely, a másik a vendéglátás, illetőleg a harmadik hely az pedig a szabadidő zseb. Nagyon fontos tudni mindenkinek, hogy szálláshelyet mind a három zsebből tudnak fizetni, illetőleg ugye a vendéglátást, ha választják, akkor szintén abba éttermi fogyasztást és szálláshelyet, illetőleg a harmadik zsebnél, ugye amikor a szabadidő zsebről beszélünk, akkor az akár egy strandbelépő, akár egy állatkerti belépő, koncert, színház, bármi egyéb, és szálláshely is lehetséges, hogy beváltsák. Nálunk a társaságnál a magyarországi vendégek költéseinek közel 10%-át fizetik egyébként szépkártyával, ami számokban kifejezve például 2016-ban 72 millió forintot költöttek szépkártyával. Egy társaság életében, mondjuk egy olyan léptékű társaság életében, mint a Sóstúr Gyógyfürdők ZRT, ez egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó szám. A következő napokban, május 31-ig lehet a 2015-ös feltöltéseket felhasználni. A 2015-ös kafetéria juttatásokat a 69 milliárd forint jött a szépkártya birtokosok számlájára. Ennek már több mint 97%-át elhasználták a kártya birtokosok. Ez azt jelenti, hogy az OTP szépkártya csak a 2015-ös feltöltéseknek köszönhetően már több mint 67 milliárd forinttal járult hozzá a hazai turizmus és vendéglátás élénkítéséhez. Jelenleg még 168 ezer munkavállaló rendelkezik lejáró egyenleggel, nekik összesen
több mint 1,9 milliárd egyenleg van még a számlájukon, amit május 31-ig kell elhasználniuk. Mert május 31-ét követően ezek az egyenlegek már nem lesznek elérhetőek a kártyabirtokosok részére. Amennyiben valaki nem költi el szépkártyás 2015-ös juttatását, az összeget azon munkáltató vagy annak jogutódja kapja vissza, akitől a feltöltés érkezett. Nyírbátor fejlődik és sikeres város, amely több milliárdos gazdasági, infrastrukturális és intézményi fejlesztéseket sikeresen zárt le az elmúlt években, mondta el Simon Miklós, a térség kormánypárti képviselője mai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A fideszes politikus összegyűjtötte és bemutatta azokat a jelentősebb beruházásokat, amit uniós, illetve állami támogatással valósítottak meg Nyírbátorban és térségében. Szerintem Nyírbátor város önkormányzata a sikertelenségét, amit a pályázatok terén észlel, azt rá akarja nyomni a kormányra és a képviselőre. Ezt visszautasítom. Nekem az a véleményem, hogy Nyírbátor jelentős fejlesztési lehetőségeket kapott 2010 óta, de 14 óta is több mint egy tucat milliárdos nagyságrendű fejlesztésbe volt része a városnak. Ugye a 471-es főútvonal fejlesztéséről már több ízben szóltam. Ezen kívül befejeződött a szennyvíz kezelési program, ami 4,2 milliárd forintos fejlesztést jelentett, ivóvíz minőségjavító program, aztán energetikai programok tömkelege, mind a fürdőnél, mind az oktatási centrumnál, tehát az iskolánál. A többkulcsos adó visszaállítását szeretné az LMP. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján kiemelték, a 2010-ben bevezetett egykulcsos adó tovább növelte a társadalmi és gazdasági szétszakítottságot Magyarországon. Smuk Erzsébet hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg megye a fizetési átlagösszeget tekintve az egyik legrosszabb helyzetben van hazánkban. Különösen rossz helyzetben van Szabolcs-Szatmár megye. Szabolcs-Szatmár megyében az átlagbérek 100 000 forinttal elmaradnak a budapesti átlagok mögött, és azt is látni, hogy Budapesten háromszor gyorsabb ütemben nőnek a bérek, mint Szabolcs-Szatmár megyében. Ráadásul, hogyha az összetételt nézzük, akkor Szabolcs-Szatmár megye ebből a szempontból is kedvezőtlen helyzetben van, hiszen itt nagyon sok a közmunkás foglalkoztatott, és a közmunkásoknak a bére alig haladja meg az 50 000 forintot. Fának csapódott egy személygépkocsi tegnap a 4-es számú főútvonalon Komoró és Fényes Litke között. Egyelőre még tisztázatlan, hogy miért hajtott le az úttestről az autó. A járművet vezető nő a helyszínen életét vesztette. Interaktív Land Art kiállítást nyitottak meg a Nyíregyházi Egyetem mellett az erdőben. A részletekről hamarosan szólunk, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Újabb lépést tehet az NB1-be jutás felé a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 második helyén álló együttes vasárnap Gyulán a Szeged 2011 Grosics Akadémia ellen lép pályára. A tabella második helyén álló vendéglátók tavasszal még gólt sem kaptak hazai környezetben. Győzelemmel zárta a szezont a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata. Vakarcs Krisztina együttese Ózdon nyert 31-24-re. Az MMTK 20 győzelemmel és 2 vereséggel a második helyezett Füzesabonyt 6 ponttal megelőzve végzett az élen az NB2 északkeleti csoportjában. Interaktív Land Art kiállítást nyitottak meg a Nyíregyházi Egyetem mellett az erdőben. A művészek mindannyian diákok és nagy alkotóvágyal hagyták hátra a műtermet, hogy a természeti környezet formavilágát és alapanyagait használják fel szabadtéri installációikhoz. Magok egy kis pohár alján, mellette célszerszám, amely az ültetésre ösztönöz mindenkit. Ez is egy Land Art stílusú alkotás a Nyíregyházi Egyetem melletti erdős területen. Az interaktív tárlat művészei egyetemi hallgatók. Örülhetnek, hogy kijönnek egy kicsit a természetbe, nem a négy fal között vannak, nem egy szokványos másod le típusú feladat van, hanem mondjuk ez a nehézsége is ennek a műfajnak, hogy gondolkozni kell.
Tehát legegyszerűbb valamit megnézni, lerajzolni, lemásolni azt, amit látnak. Itt viszont kihozni valamit ezekből a... Tehát egyrészt van a természet gazdagsága, a másrészt pedig mégiscsak szűkös az, amit ebből egy művész fel tud használni, amit a gazdag természethez egyáltalán hozzá tud adni. Öt hallgató alkotott természetes anyagokból a természetben. Egy kötélből létrehozott kockát készítettem, úgynevezett erdőkockát, ahogy én nevezem, és hát nagyon jó hangulatban teltek ezek a folyamatok, ezek a kivitelezések, hiszen itt most egy olyan helyen voltunk, hogy tehát nem a műteremben, nem otthon a szobában, a négy fal között, kint a természetben, a szabadban, a friss levegőn, és azért ez egy teljesen más érzés, teljesen más dolog, mint a négy fal közt alkotni. Kötél, kő, facsipeszek egy régi szárítón, vagy éppen interaktív connectivity, amely előhozza a művészt és a matematikust is a nézőből. A lendártos multigráf játékra ösztönöz mindenkit. Magák a munkák és a munkák anyagá és a technikai kivitelezésük az mind természetes anyagokból vannak kivitelezve és elkészítve. Másik szempontból pedig az, hogy interaktívak, tehát ez azt jelenti, hogy kölcsönhatással van a nézőre. A mű és a néző tehát így egymással viszonyban van. Többek között az esetleges vandáloktól és az időjárástól is függ, hogy az alkotások meddig látogathatóak még az egyetem melletti erdős területen. Újabb lépést tehet az NB1 bejutás felé a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 második helyén álló együttes vasárnap Gyulán a Szeged 2011 Grosics Akadémia ellen lép pályára. A tabella második helyén álló vendéglátók tavasszal még gólt sem kaptak hazai környezetben. Egyszerű a képlet, amennyiben a Kisvárda megnyeri mindhárom hátralévő mérkőzését, felkerül az NB1-be. Ezen az úton az első lépést vasárnap Gyulán teheti meg Révész Attila együttese, amely ősszel Gosztonyi góljával 1-0-ra verte Klaus László csapatát. A Kisvárda most is győzni szeretne, de nem lesz könnyű dolguk a vendégeknek, mivel a Grosics Akadémia legutóbb felcsúton játszott gól nélküli döntetlent, hazai pályán pedig kifejezetten jól szerepelnek tavasszal a vasárnapi vendéglátók. A 3 pontot szeretnénk megszerezni, ugyanakkor Gyulán a Szeged ellen nagyon nehéz dolgunk lesz. Egyrészt nem a legjobbot sem a pálya, mivel több egyesület és csapat használja. Másrészt pedig ebben a tavaszi szezonban még a Szeged nem kapott hazai pályán gólt, rengeteg döntetlenje van. Az NB2-es sorozatban is 19 kapott góllal magasan a legkevesebb a mutatója. Ugyan keveset is rúgnak, egy erős középcsapat, amely elsősorban a védekezést tartja fontosnak, és pontugásokból vagy kontrából szoktak gólokat szerezni. A Kisvárda a legutóbbi fordulóban 2-1-re győzött a Dorog ellen. Az akkori csapathoz képest minden bizonnyal több változás lesz a vasárnapi kezdő 11-ben. A szezonban szinte az összes meccset ugyanaz a csapat játszotta, ha bár a szerdai fordulókban, amikor a héten 3 meccset játszottunk, sokat cserétünk, de van több olyan játékos, például a Talabér, a Fodor Feri, a Cseri, a Gosztonyi, a Lukász, és az utóbbi időben már Horváth Adrián, akik szinte végigjátszották a meccseket, és ez már érződött, a frissesség hiánya miatt picit lassabbak lettek, lassabban gondolkodnak, lassabban cselekszenek, és a hátralévő fordulókban újra elő kell vennünk azokat, akik frissebbek, kevésbé érintett őket ez a nagy mesterhelés, és hát meg kell még küzdenünk ezen kívül ezzel a hirtelen jött meleggel is, és a nagytestű játékosok ilyenkor azért lassabban regenerálódnak, nagyobb a folyadékvesztésük, erre is figyelnünk kell már. A forduló további párosítása a következő: Budaörs, Soroksár, Balmazújváros, Szolnok, Zalaegerszeg, Csákvár, Mosonmagyaróvár, Cigánd, Siófok, Szeged, Nyíregyháza, Spartakusz, Békés Csaba, Dorog, Sopron, Cegléd, Puskás Akadémia és Vász, Kozár Misleny. Győzelemmel zárta a szezont a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapata. Vakarcs Krisztina együttese Ózdon nyert 31-24-re, az MMTK 20 győzelemmel és 2 vereséggel a második helyezett Füzesabonyt 6 ponttal megelőzve végzett az élen az NB2 északkeleti csoportjában.
A bajnokság előtt a második, ötödik hely valamelyikének megszerzését tűzték ki célként a Máté Szalkai Egyesület vezetői. A szezon felénél, amikor 10 győzelemmel és egy vereséggel az élen állt a csapat, módosultak a tervek, akkor már a dobogót vette célba az MMTK. A bajnokság második felében is nagyszerűen menetelt a gárda, az üldöző füzesabony és hajdúböszörmény elleni rangadót is egy góllal nyerte a listavezető, utóbbi siker egyben a bajnokavatást is jelentette Vakarcs Krisztina együttese számára. A hátralévő három idegenbeli meccse még becsúszott egy vereség, de a Máté Szalka így is 6 pontos előnnyel végzett az élen az NB2 északkeleti csoportjában. Úgy nyertünk meg ezt a bajnokságot, méltán mondhatom, hogy a bajnokság befejezés előtt 3 fordulóval az utolsó hazai bajnoki mérkőzésünkön, mivel 3 forduló még idegenben zajlott, már bebiztosítottuk az első helyet. Ami szurkolóknak, utánpótlásban dolgozóknak, utánpótlásban tevékenykedő gyerekeknek, és természetesen a város apraja nagyjának, akik a sportot szereti és kedveli, és főleg a kézilabdát, azoknak mindenkinek egy nagy élmény, hogy újra bajnok csapatot avathatunk itt Máté Szalkán. A szezon közben játékosként visszatérő edző Vakarcs Krisztina 16 meccsen 82 góllal segítette a bajnoki címhez csapatát. Természetesen elégedett vagyok, hisz az első helyen végeztünk. Én azt gondolom, hogy 22 mérkőzésből 20-at megnyerni és 2 vereséggel a hátunk mögött zárni, szerintem egy nagyon jó eredmény. A bajnoki cím után az egyesület vezetői érthetően azt szeretnék, ha együtt maradna a sikercsapat. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a csapat edzőstől játékos állományba szereplő jelenlegi játékosokkal együtt a jövőben együtt maradna itt Máté Szalkán, és így együtt tovább építhetnénk azt a rendszert, amit az utánpótlás nevelés révén a Máté Szalkai gyerekek, Máté Szalkai diákok bevonásával felnőtt csapatépítéséhez eddig is felhasználtunk, és át tudjuk hidalni azokat a nehézségeket, ami a felnőtt csapatnál egy-egy mondjuk nem Máté Szalkai születésű vagy kötődésű sportolónak a itt tartásával, illetve az itteni játék intelligenciájával, amivel hasznosan segítheti egy csapat kohézió kialakítását, ebben előre tudunk lépni évről évre. A Máté Szalkai MTK 2-3 játékossal még szeretné megerősíteni keretét. Jelenállás szerint az MMTK a bajnoki cím ellenére sem vált osztályt, ősztől ismét az NB2-ben szerepel majd a csapat. Híradunk végén pedig nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Erős hit és a magyar identitás tudat megőrzése, erre tanít minket Szent László király öröksége. Emelték ki a kormány és a megye képviselői a megyenap alkalmából tartott megemlékezéseken pénteken. Szabolcson az 1092-es zsinat helyszínén az emlékezés virágait helyezték el a résztvevők, a kisvárdai központi ünnepségen pedig kitüntetéseket adtak át. Többszörös jubileumot ünnepel Nyíregyháza. A város újratelepítésének 264. évfordulója alkalmából csütörtökön és pénteken városnapi ünnepség sorozattal emlékeznek Nyíregyházán az évfordulóra. Idén kiemelt figyelmet kapnak a megyeszékhely testvér és partnervárosi kapcsolatai is. Több mint 1,9 milliárd forint szépkártyás juttatás vár még elköltésre május végéig. A 2015-ös feltöltéseket kell, lehet még pár napig felhasználni. Amennyiben ez nem történik meg, az összegeket azon munkáltatók vagy annak jogutódja kapja vissza, akitől a feltöltés érkezett. A határidő 168 ezer embert érint, tájékoztatta televíziónkat az OTP Bank kafetéria üzletág vezetője. Ez volt a Kölcsei Televízió híradója május 19-én pénteken. Friss hírekkel hétfő este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat. A krónikát láthatják majd. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Szombat estig a Kárpát-medence fölé eleinte száraz, meleg, majd váltakozó nedvesség tartalmú, labilis légállapotú, kisé hűvösebb léghullámok érkeznek. Az éjjel többnyire kevés felhő várható csapadék nélkül, a déli szélnél, hol időnként megélénkül. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk. A déli órákban néhol, a délutáni esti óráktól egyre több felé számítani lehet zápor esőre. Helyenként zivatar is kialakulhat, néhol felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban változékony időre van kilátás, napos és erősen felhős időszakok, illetve területek egyaránt lesznek. Vasárnap és a jövő hét elején szórványosan, a hét közepén többfelé előfordul zápor eső, zivatar. Gyakran megerősödik az észak-nyugati szél. Főleg zivatar térségében viharos széllökésekre is számítani lehet. A hőmérséklet eleinte lényegesen nem változik, csütörtökön gyengül a nappali felmelegedés.